10 megyén és 52 településen át 750 km Szombathelytől Budapestig egy időfutammal és 5 szakaszversennyel. Ez a 2017-es Tour de Hongri országúti kerékpáros körverseny, amely június végén startol, és amelyet a Digi Sporton láthatnak majd végig. Ezen Kramer Károly főszervező és a tavaly 55. Bertalan Balázs felvezet most nálunk. Sziasztok, jó reggelt kívánok! E, Kacsi, hát nézzük, hogyha összemérjük a tavalyival, hogy lássuk a változásokat, meg a fejlődést. Ugye 2016-ban is volt prológ és öt szakasz, a Kékestetőre, a Budapesti befutóval a Várba, 740 km. Ugye idén már túl jelentkeztek a rendezők is, és ugye vannak újoncok, Zalaegerszeg és Velence, szóval mekkora a változás? A szakaszok picit változtak, de igazából minden szakasz más lett. Siófoki befutunk volt tavaly és idén is, egy teljesen új helyszínen megyünk Siófokon. Tavaly a, a Visztorony tövében volt a befutó, most levittük az aranypartra. A, ö, vendégek közé a, közé a, versenyt, és minden helyszín új, sőt a budapesti befutónk is új lett. A plakátok, amiket kihelyeztük ezelőtt egy pár héttel ellentétben nem a budai vár, hanem a városligetben lesz a, lesz a versenynek a befutója egy körpályán. Na most tavaly 5 millió feletti volt az összdíjazás idén. Ez maradt, tehát sok minden maradt a tavalyi. A versenynek a színvonala, a bejegyzési szintje azonos, látszólag, de a verseny, a mezőny az sokkal erősebb lesz, mint tavaly volt. A tavaly is sem volt egyszerű, de idén még nehezebb lesz a fiúknak, főleg a magyar fiúknak versenyezni a nagyon erős külföldi csapatokkal. Idén is jönnek, jönnek csapatok Amerikából, Dél-Amerikából, lesz Ausztrál indulunk és a kazak csapat is rajt hozzá hát nagyon kemény lesz a idén. Igen, a nemzetközi besorolása a nemzetközi versenynaptárban ugyanaz maradt, de ha mögé nézzünk, akkor erősebb mezőny lesz az egyértelműen. Sokkal erősebb. Sokkal erősebb mezőny lesz. Ugye tavaly a leghosszabb etap az Alföldi 185 km- volt idén, ez lesz két 200 alatti szakaszunk, közel 200, tehát 180 fölötti, az egyik egy alföldi, a Paks szakasz, másik pedig a Karcag Miskolc. A Karcag Miskolc szakasz kicsit megnehezítjük egy bükki emelkevel, föl, föl kell menni a büket. Tehát Miskolcon átmegyünk a 150 kilométernél, akkor jön a neheze, föl a hegyre és vissza Miskolcra. Malás, te hogyan készülsz erre? Tehát amikor van egy versenyprogramod, aminek keretében ugye Gemens nagy díj volt, Carpathian rész, Romániában versenyeztél, szóval mikor van olyan, amikor már csak direkt a Tour de készülsz? Ezután megyünk majd Szerbkörre, és utána lesznek az ob -k. Ott nem lesz túl nagy hézag az OB és a Tour de Hongri között. Ott nagyot kell pihenni, és hát Kimondottan akkor fogok rákészülni. Uh -huh. Mert az OB is azért egy magas szintű verseny lesz, tehát ö, arra is nagyon rá kell készülni, és utána a Tour de is. Tehát abban a Versenyzéssel mind. készülsz gyakorlatilag. Gyakorlatilag igen. Aztán no, nézve most az új nyomvonalat, szakaszokat, melyik lesz számodra a csemege? Ha, ha a saját stílusodat és kedvenceidet nézzük, hogy hol mi az, ami jobban fekszik. Súlyomból adódóan hegyre annyira nem tudok menni. Tavaly éven még Gyulán laktam, tehát síkon tudtam edzeni, idén ö, tudtam szinteket gyűjteni igazából, tehát ö, sokat fejlődtem idén ö, hegyekre is, tehát ö, ettől függetlenül még inkább a síkok mennek jobban. is vagyok erős, úgyhogy az első szakasz, a másik szakasz még jó fog menni. Uh -huh. Van-e olyan szerinted, hogy hazai pálya előnye? Mármint hogyha az ember itthon versenyez? Igen, Tavaly rengetegen voltak kint az utak mentén, szóval nagyon jó érzés volt, főleg, a bementünk egy városra faluba, rengetegen, szinte mindenki kint volt. Úgyhogy ez nagyon öröm számunkra. Ritkán vagyunk ilyen versenyen, hogy ennyien vannak kint versenyeken. Szerintem, ez minden magyar így gondolja. Uh -huh. Na most, Kacsi, az tavaly is már megvolt, hogy a, hogy a látványban ugye a kulturális megfontolások, kastélykörnyezetek is domináltak, tehát az egész közvetítés szempontjából is legyen az, ami a cél majd egykor, ugye, tehát hogy egy magyar túrt meg magyar zsidót kell csinálni ebből, azt szeretnétek valamikor, hogy oda jusson el, vagy majdnem oda. Ilyen szempontból milyen lesz az idei a látványvilág? Hát igyekeztünk úgy menni az útvonalon és megkeresni az útvonal mentén levő településeken, vásárolni azokat a szép helyeket, kastélyokat, idegenformi központokat, amiket meg tudunk mutatni. Idén most lesz önünk légi felvétel helikopteres olyan kamera, amit, ami, ami, olyan képeket tud készíteni, amit szeretnének, szeretnénk megmutatni a, a nézőknek a digisporton keresztül, élőadásban, és aztán később felvételről is. Tehát azért ez is egy fejlődés a, a, versenynek. Tanuljuk ezt mi is, hiszen először lesz ilyen Magyarországon, tehát először volt élőadás, és először lesz élő légifelvétel, ami persze nem csak a, a országról, hanem a versenyzőrkről is egy olyan képet mutat, amit nem láttunk idén Magyarországon, mert az egy olyan taktikai küzdelemet látnak az emberek a tévén keresztül, ami hisz a verseny, ez, ez a sport nem csak arról szól, hogy megyünk leszeget fejjel, hanem egy, egy komoly, komoly küzdelem zajlik a versenyzők között a mezőnyben, és ezt, ezt elég jól, meg, jól lehet látni a légifelvételeken milyen szempontból csapat, csapattársak, taktika, egyáltalán neked milyen tapasztalatot adhat, és milyen kihívás ez a körverseny, hogyha megnézzük a tavalyi helyezésre, ez az, hogy még erősebb lesz a mezőny, szóval idén mire lehet számítani, mire számítasz magattól? Hát meglátjuk, hogy a csapaton belül hogy alakulnak majd a dolgok, ki lesz legelő az összetetben, és itt próbáljuk majd valószínűleg segíteni. Hát a számomra szeretnék még előre végezni az első felébe minimum. E, meglátjuk majd, hogy mennek a hegyek. E, úgyhogy, de valószínűleg a Filutás Viktor most úgy gondolom, ő a legerősebb a csapatban, őt fogjuk segíteni. És hogyha lesz azért magyar az első tízbe, reméljük, hogy lesz több is. Azért a szabályosság keretein belül segítjük majd egymást. Hát. Azt láttuk, hogy, ta, hogy tavaly ugye a legjobb magyar rózsabalas 17 lett. Te hogy látod itt, a, ha néztük, hogy milyen erős lesz a mezőny a, a, a hazai versenyzők esélyeit? E, ha visszalapozunk, akkor összetedünk, utoljára a 2005-ben Lengyel Tamás személyben nyerte magyar a Magyar Ez egy borzasztó nehéz kérdés, mert egy, egy, versenyen, egy ilyen versenyen, ha valaki nyerni akar, akkor kockáztatnia kell. És e, tavaly. Lobosi Krisztián volt az, aki bevállalt egy olyan, egy olyan szakaszon, egy olyan szökés, kékes szakaszon, ahol, ahol egyedül megpróbált időerőt időt szerezni, és úgy összeomlott ettől a, ettől a túl teljesítéstől, mezőny érte érte a kékes felénél, és hátra is több helyet, és ezért nem utási összetett jó helyezésre, viszont szakaszon jó jól tudott ettől függetlenül teljesíteni, tehát lapot húzott 19-re, nem jött be, Uh, idén, idén, azt gondolom, hogy idén is uh, tőle számítok kiemelkedő eredményre, hát a tízbe kerülés a minimum, de egy dobogó közelét szeretnék azért, hogyha ha, ha a magyaroknak, ha vagy neki, vagy lehet, hogy némely uh, fiatal tehetségre, mi nem is tudjuk, hogy mire értőzik bennük, hiszen mindenki erre készül, és nem tudhatjuk, hogy az elmúlt pár hónapban ki meddig jutott el, akár Viktor, akár, akár, uh, akár mások. Na most azt tudjuk, hogy például Andrea Tafi személyében lesz itt júliusban sztár vendég, azt tudjuk, hogy tavaly ugye az észt Mikkel Raim nyerte ezt az összetett versenyt, hogyha most egy-két nevet ki akarsz emelni, akik nagyot dobnak ezen a versenyen, akkor kiket érdemes említeni. Most a nemzetközi mezényről beszélek nyilvánvalóan. Hú, hát ez egy borasztó nehéz kérdés, mert a csapatok között se tudom megmondani, hogy, 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 melyik csapat a legesélyesebb erre a versenyre a külföldiek közül, és azon belül, hogy melyik versenyzők éppen hogyan taktikázik, és hogy melyik lesz az első nap után ilyen pozícióban, hogy jól szerepeljen, ezt innen nagyon nehéz megmondani. Az amerikai ö, csapat, akik, akik már ide érnek hozzánk a versenyből, három-négy nappal, és főleg dél-amerikai versenyzőkből állnak, talán, talán közülük esélyes, hogy valaki jól fog tudni szerepelni. Ezelőtt néhány héttel a, a kolumbiai versenyzőjük a luxemburgi körversenyen volt, volt, bocsánat, a kaliforniai körversenyen volt pöttyes trikós, hegyi trikós, tehát nagyon-nagyon erős, erős csapat érkezik. A, Péter Szakannal versenyeztük együtt, együtt egy hétig, tehát egy olyan, olyan mezőnyből érkeznek, olyan világból, attól félek, hogy egy másik dimenziót fognak Aha. képviselni a versenyen. És végül, hogyha már látok, hogy lég, milyen lesz ez, mert hogy, hogy, lesz kamera, milyen lesz a talaj, ami nagyon fontos, tehát hogy, hogy az országúti kerékpáros számára milyen aszfalton kell haladni, milyen kátyúk vannak, a kisebb utak milyen veszélyeket rejtenek magukban, ilyen szempontból lesznek meglepetések? Vannak félelmek? Nyilván ugye a legjobb a tükör sima út, hát, de elkerülhetetlen, hogy rá vagyunk egy rossz útra. Az a lényeg, hogy mindenki figyeljen a másikra, ne legyen túl erőszakos. Sok baleset szokott egyébként lenni ilyen dolgokból, nem is az elején, hanem ugye a mezőny közepe hát, hátulján. Ott szoktak össze akadások lenni, úgyhogy olyankor meg kell próbálni előre menni, és ott helyezkedni. A technikai problémák is sokszor előfordulnak, ilyen úton felüti a, a kátyú a kereket, és akkor kiúrkod a gumi. Olyankor, olyankor azért nem túl kellemes. Kátyúztok rendesen? Igyekszünk odafigyelni erre, borzasztó nézékét ezt megoldani, hiszen, hiszen vannak olyan szakaszok, ahol a 152 es szakaszból mondjuk 160 teljesen jó aszfalt, és van közt egy olyan rész, ami, ami járhatatlan, ilyenkor vagy kerülünk B utakat, vagy, vagy, vagy aszfaltoztatunk. A magyar Közút nagyon sokat segít ne, egyébként nekünk abban, hogy maga a versenyt engedélyeztessük, másrészt pedig ilyen apróságokkal is odafigyelnek. Bizony van még hátra egy kis munka az út felületén is, még a verseny rajtjáig. No, mi pedig figyelünk, hiszen a Digi Sporton látható majd a verseny, úgyhogy a visszaszámolásban is részt veszünk. Majd köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen.